Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron televízióban. A csütörtöki napon tartotta közgyűlését Sopron önkormányzata, az ott elhangzottakról, a döntésekről beszélgetek dr. Farkas Ciprián polgármesterrel, akit sok szeretettel köszöntök. Én is nagy tisztelettel köszöntöm a soproni televízió nézőket. Ugye összességében a rendes közgyűlés keretében 9, majd a rendkívüli közgyűlés keretében 6 téma került a képviselők elé, ebből szemezgessünk majd, de előtte azért ejtsünk szót egy nagyon fontos beruházásról, ez pedig a Szent Orsolya általános iskola és gimnázium épületének átadása volt, hiszen azért ez egy sok milliárdos a magyar kormány által támogatott program volt. Így igaz, a magyar kormány támogatta az Orsolya, Szent Orsolya iskolának a felújítását. Ez két lépcsőben történt, hiszen néhány évvel ezelőtt már egy épületrészt felújítottak, az is szintén kormányzati forrás igénybevétele mellett történt meg. Most pedig a korábban felújítással nem érintett épületrészek azok, amelyek teljes mértékben megújultak és korszerűsödtek. Tegnap miniszterelnök helyettes úrral, országgyűlési képviselő úrral, Püspök atyával volt módon bejárni az épületet, és mondhatom, hogy lélegzetelállítóra sikerült. Nagyon jó minőségben készült el a munka. Nagyon szép az épület. Aki a Széchenyi téren vagy a Várkerületen jár, az láthatja a homlokzatot az utcafronton is, hogy páratlan szépségű utcaképpel gazdagodott a város ezen a területen. És nagyon megnyugtató azt tudni, hogy számos soproni kisdiák, kicsi, meg nagy, nagyobb, az nagyon korszerű, és ugyanakkor méltóságteljes körülmények között fogja tudni folytatni a tanulmányait az őszi szünetet követő időszaktól a város egyik legpatinásabb és legrégebbi iskolájában. Nagyon szép munka volt. Országgyűlési képviselőink, dr. Molnár Ágnes képviselőasszony és Barca Attila képviselő is nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ez az eredmény meg tudjon valósulni, úgyhogy a város nevében nekik is meg kell köszönnünk ezt a szép munkát, és köszönjük szépen. Polgármester, akkor térjünk rá a közgyűlés témáira. Ugye például a térfigyelő kamerarendszer bővítése egy fontos napirendi pont volt, hiszen az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy megéri tulajdonképpen, hogyha még nagyobb figyelmet kap a városnak bizonyos pontja. Így van, az emberek, a törvénytisztelő emberek azok jól érzik magukat, vagy nem zavarja őket, fogalmazunk inkább így, hogyha a közterületi kamerák figyelik a közterületeken történő mozgást és történéseket. A városban jelenleg 50 kamera működik. A szeptemberi közgyűlésen, emlékezzünk vissza, döntöttünk 6 kamera kihelyezésének a helyszínéről, most pedig ezen a közgyűlésen további 14 helyszínről döntöttünk. Ezt mindig a rendőrséggel együttműködésben tesszük meg. Mi javaslatokat fogalmazunk meg, a rendőrség pedig a szakmai szempontokat mérlegelve hagyja azokat jóvá, fogadja el, vagy éppen nem ért egyet a mi javaslatainkkal, de általában meg szoktunk tudni egyezni. Ez most is így lesz. Tehát nagyon fontos, hogy most nem kamera kihelyezésről van szó, hanem a helyszíneket jelöltük ki, ahol a jövőben kamerákat szeretnénk telepíteni. A közbiztonság fokozása elsődleges cél. A közösségi médiában nagyon könnyű rossz híreket terjeszteni, és azokban nagyon sokan, nagyon gyorsan elkezdenek tudni hinni, még akkor is, hogyha egyébként semmilyen valóság alapjuk nincsen. Ha van kamera, akkor minden egyértelmű, tiszta és világos, hogy mi történt azon a területen, ahol egyébként valamifajta beavatkozásra okot adó körülmény merülhet fel a rendőrség vagy a közterületfelügyelet részéről. Így jegyezném meg, hogy nem csak kamerákkal kívánjuk fokozni a város biztonságát, hanem lássuk, aki arra jár nap mint nap láthatja, hogy a rendészeti integrált központ az rohamléptekben épül, és terveink szerint március végére el is készül ez a szintén kormányzati forrásból megvalósuló, csak nem 11 milliárd forintos beruházás, amely által a soproni rendőrkapitányság és a soproni katasztrófavédelmi kirendeltség, praktikusan tűzoltóság munkájának, helyszíne, szolgáltatásnak a kerete egy olyan kulisszába helyeződik, ami a 21. századi feltételeknek teljes mértékben megfelel. És ez nem csak Sopron biztonságát fokozza majd nagy mértékben, de a környező településeknek a biztonságát is. Tehát haladunk, és úgy hiszem, hogy nagyon határozott karcsapásokkal tudunk menni azon az úton, hogy a közbiztonságot mindig jobbá és jobbá tudjuk tenni ebben a városban. Ha valaki kíváncsi rá egyébként, mik voltak a fő szempontok a kamera elhelyezéseknél, tehát hova kell a legtöbbet elképzelnünk? Nézze, városszerte helyezzük ki a kamerákat, általában lakossági igények alapján. Tehát nagyon sok megkeresés érkezik hozzánk, amelyekből mi tudunk arra következtetni, hogy a város mely területein elsőleges szempont az, hogy egy közterületfigyelő kamera figyelje aztnak a közterületnek a történéseit éjjel és nappal. Ezeket mérlegeljük, és ezeket egyeztetjük le mindig a rendőrkapitányságnak a szakmai szempontjaival. Amikor a kettő fogaskerék szépen egymásba kapaszkodik, akkor pedig megegyezünk a rendőrséggel, hogy hova is tegyünk egy kamerát, és majd ahogyan erő, pénz, paripa, fegyver és energia kerül, akkor forrást is tudunk hozzá szerezni, és kihelyezzük a kamerát, és becsatlakozik a rendőrségnek a monitor szobájába, ahol aztán 24 órában azt figyelik.
A Lengely utcai rendelőintézet felújítása is téma volt a csütörtöki közgyűlésen. Itt most pontosan hogy áll ezt még tervezett, vagy már esetlegesen a pályázat is megvan hozzá? Itt egy kicsit rendet kell tenni a fejekbe, azt hiszem. Tehát van egy tervünk a Selmeci utcai egészségközpont felújítására. Az arra kapott forrás, amelyet évekkel ezelőtt dedikáltan kaptunk a kormánytól, a tervezési folyamatok miatt, azok elnyúlása miatt, az építőipari beruházásokra jellemző áremelkedés miatt, sajnos kevésnek bizonyul a tervünk megvalósításához. Ugyanakkor látnunk kell, hogy más projekteken, mint például az ipari park, a tervezett ipari park közművesítése, az inkubátorház megépítése, az azokra kapott forrásokon meg maradtak összegek. Na most néha marad, máskor meg kevésnek bizonyul a kapott összeg. Általában ami hiányzik, az mindig több szokott lenni annál, mint ami marad. Ez a szűkösebb forrás. És úgy döntöttünk, hogy más módon kívánjuk fejleszteni a soproni egészségügyi alapellátásnak a feltételrendszerét. Megnéztük, hogy meddig ér a takaró. Nos, addig ér a takarónk, hogy fel tudjuk újítani a meglevő Lenke utcai egészségházat. Ezt úgy fogjuk elnevezni, hogy soproni egészségügyi központ. És egy teljes mértékű épületgépészeti energetikai felújítást hajtunk rajta végre. Természetesen az átalakítás alatt meg kell oldanunk majd az ott működő rendelőknek az életét. Ezt meg fogjuk szervezni, hiszen erre a kapacitásaink megvannak. Nem lesz egyszerű, hiszen ahogyha építkezünk vagy átalakítunk, akkor ezt otthon tesszük meg, akkor is egy kicsit ki kell mozdulni a komfortzónánkból, de természetesen az egészségügyi alapellátásnak működnie kell a felújítás ideje alatt is. Nagyjából 1,7 milliárd forintunk lesz arra, hogy felújítsuk a Lenkei utcát. A tervek készülnek, ezek december környékére, január környékére elkészülnek, és aztán a közbeszerzési, kivitelezési eljárás lefolytatását követően indulhat a munka. Indulni fog hamarosan az inkubátorháznak a beruházása is, ott már megvan a kivitelező, megvan az ár, és azon a projekten például maradt néhány száz millió forint. Ebből csoportosítunk át a Lenkei utcára, de tovább megyek, ebből csoportosítunk át a Hillebrand utcai bölcsöde kivitelezésére is, ahol szintén megvan az ár, és megvan a kivitelező is, de egy kis pénz onnan is hiányzik. Ezeket a forrásokat csoportosítjuk oda. A közgyűlésen hozott döntés pedig ennek a technikai részleteit tartalmazta, és a testület erről hozott egy döntést. Fontos a Széchenyi ösztöndíj minden évben, hiszen tehetséges diákok kapnak lehetőséget arra, hogy könnyebben tudják végezni a tanulmányaikat. Idén is, ha jól tudom, akkor sokan próbáltak pályázni a Széchenyi ösztöndíjra, és meg is vannak a nyertesek. Sopron iskolaváros. Soproni diáknak lenni pedig rang. És mi ezeket a hagyományokat kívánjuk ápolni, és a jövőben is megkívánunk felelni az ebbéli elvárásoknak és kihívásoknak. A Széchenyi István tanulmányi ösztöndi pályázatunkra idén 8 pályamű érkezett, ebből az előkészítő bizottság 7-et talált alkalmasnak arra, hogy eredményt tudjanak róla hirdetni, és 5 pályázót részesítettünk tanulmányi ösztöndíjban. A felsőoktatásban tanuló soproni diákok pályázhatnak, kiváló tanulmányi eredményeikkel érdemesülnek arra, hogy támogatásba részesüljenek, 10 hónapon keresztül 52.000 forintos támogatást kapnak. Én név szerint meg bemondanám azt az 5 fiatalembert, aki elnyerte ezt a Széchenyi István tanulmányi ösztöndíjat, mert igen, meg kell őket süvegelni, ők Sopron kiváló tehetsége és bennük van a jövő. Úgyhogy nagy örömmel részesítettük támogatásban Csigó Ábelt, Boa Patrikot, Bartokos Botondot, Mentes Alexa Dórát és Szőke Pétert. Innen is gratulálok a fiatalembereknek. Polgármester úr, a Szent Mihály templom, mint turisztikai látványosság, most már ugye várja nem csak a soproniakat, hanem az ide látogatókat is. Úgy tudom, hogy ez a Soproni Múzeumnak egy megemelt munkamennyiséget adott, és hogy ezt is rendezni kellett. Hát nézze, abban a városban, ahol az ország második számú, tehát darabszámmal tekintve, második legmagasabb számú műemléképülete van, és ennyi kincs van bemutatnivaló, ott a múzeumnak van feladata bőven. És igen, a közgyűlésen tárgyaltuk a múzeum létszámkeretének a megemelését, és tettük mindezt abból a megfontolásból is, hiszen napról napra közelebb érünk a múzeum negyed kivitelezésének a végéhez, ezt is még szintén jövő tavasszal, márciusban szeretnénk megnyitni és átadni. Tehát egy új múzeumi térrel gazdagodik a város. De a Szent Mihály templom, ahogy említettem, már elkészült, hiszen azt 2020. október 1-én szenteltük újra. A Sopron védangyaláról elnevezett ősi templomát a városnak, és
nem csak szakrális hely a Szent Mihály templom, hanem turisztikai látványossága is avanzsált azáltal, hogy a sekrestyés ház is megújult, és egy folyamatos kiállítás látogatható benne. Nos, én püspökatyával tárgyaltam, és biztosítottam arról, hogy támogatjuk a béli fáradozásait az egyházmegyének, hogy biztosítunk egy kétfős létszámkeretet a múzeum személyi állományából a Szent Mihály templom tárlatvezetésére és folyamatos nyitvatartására, hiszen a Szent Mihály templomnak évente legalább 270 napot, hetente 5 napon keresztül, napi 8 órában nyitva kell lennie. A turisztikai főszezonban pedig ebbe a szünnap nem eshet szombatra és vasárnapra. Tehát ezek komoly feltételek, amelyeknek meg kell felelnünk, és ennek az egyházmegye és az önkormányzat is szeretne megfelelni. Nem beszélve arról, hogy a magyar gótika egyik csúcs teljesítménye Szent Mihály templom, amelyet meg kell mutatni az ide látogató turistáknak. Ezen is fáradoztunk és dolgoztunk rajta. És azért azt se felejtsük el, hogy komoly kihívást ad, mondhatnám minden nap mostanság a vírus közepette, de a gazdaságnak viszont működnie kell. Milyen olyan döntések születnek, amelyek mindezt segítik, hogy a vállalkozások talpon maradjanak, hogy az emberek mindennapjai ne legyenek nehezebbek az átlagosnál. Nézze, most nagyon friss élmény, hogy november 1-től maszkot kell viselni a tömegközlekedési eszközökön újra, hiszen láthatjuk, hogy az oltatlanok körében az esetszám meredeken emelkedik. Tehát igen, nem közelít hozzánk a negyedik hullám, hanem benne vagyunk a negyedik hullámban. Én minden esetre úgy gondolom, hogy voltak azért a járványnak már ennél sötétebb napja is, amikor a legelején nem tudtuk, hogy mivel tudunk védekezni ellene, és a gazdaság leállt. Aztán lett vakcina, Magyarország megnyerte az oltási versenyt Európában, hogyha lehet ezt így nevezni, hiszen itt nálunk oltották át először a lakosság több mint 50%-át, és akkor még két hónappalra sem voltak tőlünk a nyugat-európai országok hasonló átoltottság tekintetében. De nekünk az önkormányzatnak is tetszett említeni a gazdaság újraindítására vonatkozó elképzeléseket, és hogy ezt hogyan lehet intézni és fokozni és segíteni a vállalkozásokat. Nekünk az önkormányzatnak is a zsebünkben kellett nyúlni, és bizony lehetővé tettük magánszemélyek, egyéni vállalkozók és soprén vállalkozások számára, hogy a polgármesterhez benyújtott kérelemmel forduljanak, amelyet elbíráltunk, és egyszeri visszanemtérítendő 100 vagy egyszeri visszanemtérítendő 500.000 forintos összeget juttattunk számukra, hogy a legsötétebb napokat túl tudják élni. A magyar gazdaság, én úgy hiszem, talpra állt, hiszen több mint 7%-os gazdasági növekedést prognosztizálnak idén, és ezt teszi lehetővé azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány is megcselekszik, hiszen nyugdíjprémiumot fizet a nyugdíjasoknak, ugye 80.000 forintot, amely hamarosan a nyugdíjasok számlájára érkezik. A gyermekes családok visszakaphatják az SZIA-jukat jövőre, február 15-ig bezárólag a kormány minden külön intézkedés nélkül ezt megteszi a gyermekes családok felé. A fiatalok, 25 év alatti fiatalok pedig személyi jövedelemadó fizetés mentességét fogják megkapni. Tehát ilyen erős gazdasági teljesítmény mellett erre lehetőség van. Most tartott a kormány, és most tartott az ország, hogy a helyes gazdaságpolitikának köszönhetően ilyen intézkedéseket tudunk hozni. És nem beszélve arról, hogy egyébként pedig idő előtt vissza tudjuk építeni a 13. havi nyugdíjat is, amelyet ne feledjük, hogy a Gyurcsány és a Bajnai kormányok pedig elvettek. Most én úgy gondolom, hogy az ország gazdasága jó erőben van, ez Sopronban is érezteti a hatását, hiszen akármerre járunk a városban, hatalmas fejlesztések nőnek ki a földből, és újul meg a város minden tekintetében. Ez az önkormányzatoknak is jó, hiszen cselekvőképesek tudunk lenni a településen felmerülő kötelezettségeink ellátása tekintetében, és én nagyon bízom benne, hogy ez a folyamatosság jövőre is folytatódik. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.